akarnak. Na hát szlájdjaim azok nincsenek, úgyhogy egy olyan rejt akapellal fogom előadni magam. Még egy kérdést feltennék, hogy ki az, aki ismeri és nagyjából tudja, hogy működik a Bitcoin? Jó, akkor ezt ismertnek feltételezem. Rögtön ezt. Szóval, amiről most ketten a kollégámmal, Trón Viktorral fogunk beszélni, az az Ethereum rendszer, illetve annak egy nagyon fontos alrendszer, amin konkrétan mi ketten dolgozunk, a Swarm, ami egy ilyen elosztott tárolóhely. És az egész kontextus, amiben erről beszélni fogunk, az az, hogy milyen lesz a világhálónak az új elosztott generációja, amit úgy magunk az a Web3-nak szoktunk hívni. Igen. No, tehát az Ethereumról beszélnek akkor először. Az Ethereum az körülbelül úgy viszonyul a Bitcoinhoz, mint ahogy egy személyi számítógépen csak számológéphez. Tehát ez egy ilyen általános célú blokklánc, ami nem csak azt tárolja, nem csak az van benne, hogy kinek mennyi bitcoinja van, vagy kinek mennyi éterje van, hanem bármit lehet benne tárolni. Tehát ez egy általános célú blokklánc, egy olyan elosztott adatbázis, amelyiknek a tartalmáról teljes konszenzus van. Tehát ez egy ilyen nagy világméretű konszenzusgép. És hát a legfurcsább és leginkább forradalmi tulajdonsága az az, hogy úgynevezett Turing-teljes, tehát egy univerzális számítógépet valósít meg. Tehát ez egy olyan számítógép, amin teljes mértékben egyetértés van arról, hogy milyen sorrendben milyen programokat futtattak rajta, mi volt azoknak a programoknak a bemenete, és mi volt azoknak a programoknak a kimenete. Tehát ezért teljesen általános célú a technológia, és ezért egy kicsit nehéz is beszélni róla, hogy ezt majd mire fogják az emberek használni, mert hát a helyes válasz az, hogy fogalmunk sincs. Tehát ahogy az 50-es években nem lehetett kitalálni, hogy mire lesz majd használva a számítógép, ugyanígy tök nehéz az Ethereumról bármit mondani, hogy ez majd mire lesz jó, de az már most látszik, hogy ez valami baromi erős és forradalmi és világrengető dolog. És hát ugye amiatt ez egyáltalán lehetséges, és ami az alkotónak, Vitalik Buterinnek az igazán zseniális ötlete, az az, hogy megkerülte a leállási problémát. A leállási probléma az egy ilyen alapvető matematikai probléma, amit még a múlt század közepén találtak meg. Nevezetesen, hogy egy univerzális számítógép programról egy másik számítógép program nem tudja megállapítani azt, hogy az egyáltalán lefut-e, tehát leáll-e valamikor, vagy pedig végtelen ideig örökké futni fog. Tehát ezt nem lehet róla megállapítani. És ezt oldotta meg a Buterin úgy, hogy oké, nem baj, hogyha nem lehet megállítani, de minden lépésért fizetni kell, és hát aki elindította a programot, az fizesse ki. És ha elfogy a pénz, akkor nem fut le a program. És hát éppen emiatt ezt az egészet leginkább ilyen egymás közötti okos szerződésekre, meg gépek és emberek, meg gépek és gépek közötti okos szerződésekre szándékozunk használni. Tehát itt van egy ilyen terminológiai dolog, tehát amikor én azt fogom mondani, hogy szerződés, akkor igazándiból programra gondolok, ami ezen a gépen fut, és amikor azt mondom, hogy tranzakció, akkor egy olyan adathalmazra gondolok, amit egy ilyen programnak bemenetként beadnak. Tehát egy tranzakciónak mindig egy program a címzetje, mindig egy szerződés a címzetje, ezzel egyetlen egy kivétel van, az a tranzakció, ami létrehoz egy szerződést, annak nincs címzetje, az csak létrehozza a szerződést. És hát ezt a metaforát használjuk ebben a rendszerben. Tehát szerződésekről és tranzakciókról beszélünk, és azért hívjuk tranzakciónak, mert valóban, hogyha lefut a program anélkül, hogy elfogyna a pénze, akkor a gépnek az állapota az tranzakciószerűen megváltozik, ha pedig úgy fogy el a pénz, hogy nem fut le a program, nem ér véget, akkor pedig semmi nem történik, semmilyen változás nem áll be ennek a globális gépnek az állapotában. És hát a szerződéssel kapcsolatban van egy ilyen probléma, ami a papíros szerződésekkel is probléma, de sajnos itt is probléma, azok az apróbetűs részek a szerződésekben. Hogy honnan a túróban lehet egy ilyen programnyelven megírt szerződésről tudni, hogy tényleg azt csinálja, amit gondolunk. Hogy egy szerződésben tényleg az van, amit szeretnénk. És pont a Turing teljesség miatt ez igazándiból egy megoldhatatlan probléma,
csak mindenféle ravasz módokon lehet majd kezelni, legalábbis ezt reméljük. De hát most éljük pont az első nagy válságet az Ethereumnak, mert egy ilyen apróbetűs rész miatt. Tehát most volt egy olyan eset, hogy egy nagy 130 millió dollár nyíltát összegyűjtő szerződésről kiderült, hogy nem úgy működik, ahogy az emberek gondolták. No, és hát még van itt két fontos különbség a bitcoinnal szemben. Az egyik az, hogy a blokk idő az 15 másodpercre van átlagolva, és nem 10 percre, mint a bitcoinnál. Tehát sokkal gyorsabban jönnek a blokkok. Ez nem olyan egetverő különbség. És hát a másik különbség az még nincs, de majd lesz. Az az, hogy tehát a bitcoinnak a helyzete az most elég abszurd. Tehát most a bitcoin egy olyan hálózat, amelyik másodpercenként kb. 10 tranzakciót dolgoz föl, és ehhez kb. Egy atomerőműnek a teljesítményét használja. Tehát ez meglehetősen abszurd. És hát az Ethereum még nem tart itt, de remélhetőleg soha nem is fog, mert át akarunk állni erre az úgynevezett Proof of Stake-re. Ezt úgy lehet elképzelni, mint a bányász hardvernek a teljes virtualizációja. Tehát ahelyett, hogy az ember a pénzét bányász hardverbe fektet, és a bányász hardver majd bányász, ehelyett lerakja a éterjeit egy ilyen speciális depozitra, és akkor ez neki lehetőséget biztosít arra, hogy bányászódjanak a dolgok, de tehát ezt így lejátszuk virtuálisan, persze ez nem ennyire egyszerű, de nem akarok most belemenni a bonyodalmaiba. A lényeg az, hogy innentől kezdve nem kell majd a világegyetem entropiáját fölöslegesen fokozni és fűteni az univerzumot, hanem a tranzakciókat, azokat tényleg azon az elektromos energiaköltségen fogjuk feldolgozni, amiben ez tényleg kerül, és nem fogjuk feleslegesen pörgetni a processzorokat. No, szerintem az Ethereumról nagyjából így előjáróban eleget el is mondtam, és most egyik alrendszeréről, a Swarmról fog beszélni kollégám Tron Viktor, és akkor át is adom neki a szót. Köszönöm. Szóval, Már egy igen korai időszakban, amikor az Ethereumról elkezdtek gondolkodni, Vitalikék erről az egész Ethereumról, akkor is tulajdonképpen mi ihlette azt, hogy általánosítsák a bitcoin rendszert. Azt, hogy észrevették, hogy egyre több olyan projekt van, ami nem pénzügyi tranzakciókra, tehát utalással használja a bitcoin, hanem bizonyos dolgok feljegyzésére, regisztrációjára, például így született a Namecoin, ami megvalósítja lényegében a decentralizált DNS-t, tehát bizonyos URL-eket, memorizálható URL-eket tud IP címekhez adni. És ugye ez már rögtön felvetette azt az ötletet, hogy lehet, hogy pont ilyen dolgokra van szükség ahhoz, hogy az új webet megvalósítsuk, mert ugye miért kell új web? Hogy az internetet meg kell fixálni, hiszen ja, mi a probléma vele? Ennek a kérdésnek a megválaszolásához menjünk egy kicsit vissza a történelembe. Szóval, hogy nézett ki a világháború hajdanában, még a 90-es években? Lényegében, hogyha te tartalmat akartál szolgáltatni, tehát írtál egy blogot, akkor akár vagy egy kisebb üzleted, bizniszed volt, akkor csak fenntartottál egy webszervert, és fizetted annak az árát, hogy ott volt a tartalmad. És ugye mi történt akkor, hogyha... Tehát mi történt akkor, hogyha véletlenül népszerű lett az, amit írtál? Mi történt? Hát jó crashelt a szerveren, mert mindenki ugyanazt a tartalmat akarta lehozni. Ugye ez egy skálázhatósági probléma,
És ez nagyon hamar világosan vált, hogy valahogy ezzel kell kezdeni. Tehát a világhálónak a méretében dinamikusan kell skálázódnia, tehát amikor egy tartalom népszerűbb lesz, akkor annak kell történni, hogy egyre több helyről vagy több módon elérhető legyen, hogy a késés, a megjelenítésnek a ideje az ne legyen túl hosszú. És ugyanakkor ne támadjon meg lényegében egy szervet a sok lekérés. Na hát ezt a második, ugye a Web 2-nek nevezett technológiák, ezek nagyjából megoldották. Szóval ez mit jelent? Ebben az időszakban, ami máig is tart, lényegében a felhőben tároljuk a webes alkalmazásoknak a tartalmait, és a felhőbéli szolgáltatók, azok nagyjából megoldották azt, hogy olyan infrastruktúrát és olyan technológiát adnak, amik dinamikusan tudják skálázni például a tartalmakat. Azonban ennek van ára, mert egyre inkább kiderült, hogy ezek az olcsó szolgáltatások, amik könnyen onboardolták, úgymond, tehát tehetették az tartalomszolgáltatókat, ezek lényegében csöndesen egy ilyen fauszti alkuba kényszerítették a tartalomszolgáltatókat, amelyben egyre világosabb lett, hogy le kell mondani a bizonyos autonómiákról. Felmerül a cenzúrázhatóság, tehát ezek a internet szolgáltatók, hosting providerek, ezek fenntartottak bizonyos jogokat, hogy cenzúrázzák a kiférhet hozzá a tartalmakhoz, és ki nem. És emellett gyakorlatilag monitorozták a szokásaidat és a tartalmakat lekérő közönséget, és ezek segítségével bizonyos harmadik feleknek olyan anyagot tudtak adni, amivel személyre szabottan tudják az orrot alá tolni az reklámokat. Ez önmagában még lehet, hogy valakinek hasznos is tud lenni, de persze ennek számos átültözés van. Ugyanebben az időszakban már kezdtek megjelenni ezek a úgynevezett peer-to-peer rendszerek, ahol többen észrevették, hogy ha kihasználjuk a saját számítógépünket, mint tárolót, és mint szolgáltatót, akkor egészen robusztus és hivatűrű rendszereket lehet létrehozni. Tehát ezek a decentralizált rendszerek leginkább fájlcseréléssel voltak kijelezve, ugye kezdődött a Napster-re, stb. És ugye ez azért is van így, tehát számos jó tulajdonságunk van, hogy például azt mondjuk, hogy nehéz cenzurázni őket, hogy hivatűrőek, hiszen többszörösen van jelen egy bizonyos tartalom, és ezért ha egy nód kiesik, ha egy csomópont, egy számítógép kiesik a hálózatból, akkor is elérhető tud lenni egy tartalom. Azonban ezt igazából az ilyen rendszereket nem feltétlenül lehet könnyen, mint webszerver, mint a világháló világdiszkjeként használni, hiszen általában hosszú ideig tart, míg bejön egy oldal. Tehát igazából nem alkalmas arra, hogy a webes interaktív webes alkalmazásokat kiszolgálja. És pont erre van szükségünk. És ugyanakkor még olyan dolgokra is van szükségünk pont ahhoz, hogy egy új webet képzeljünk el, amiknek ott egy olyan dologra van szükség, mint az Ethereum. Tehát például az Ethereum az segít abban, hogy az identitásodat például egy globális, univerzális blockchain-en tartsd. Tehát végig annak az időszaknak, amikor naponta 54-szer kell ütöltened egy formodra mutatványra címeddel is. És hasonlóan ugye, ahogy már említettem, a DNS-t is például lehet az Ethereum segítségével lehet modellezni decentralizált módon. És ugyanígy az összes öngészési élmény, tehát amikor klikkelsz, linkelsz, ezek az akciók, ezek a felhasználónak a lépései, mind közvetlenül az Ethereum segítségével hozzáköthetők bizonyos
jogi szerződéseket is ehhez. Tehát rákérkezsz valamire, akkor az önmagában egy kötelező érvényű vállalásra válik, tehát az azt indítja be egy olyan tranzakciót, ami megfelel nagyjából annak a manapság divatos ilyen, amikor az ember kipipálja a terms and condition. Tehát hogy adjuk meg ezt az egész dolgot? Tehát valójában arra van szükségünk, hogy egy decentralizált elosztott rendszerben tudjuk kiszolgálni a világhálót. Ezt úgy oldjuk meg, hogy lényegében az élmény nem nagyon más, mint a világháló esetén, de a lelki mélyén a rendszer lényegében nem szerver alapú, tehát egy webalkalmazás azt nem egy szerver szolgál ki, hanem egy ügyes algoritmus, amikor feltöltesz valamit, akkor kis darabokra szegmentálja a tartalmat, és azt valamilyen okos algoritmus mondja, minden kis darabkát elküld különböző helyekre a hálózatban. És ugyanígy fordítva, amikor lehívom azt a bizonyos tartalmat, mert az előző résznek, amikor kidobálom a tartalmat a különböző nodokhoz, annak az eredménye az, hogy visszakapom egy kulcsot. Ha ez alapján a kulcs alapján visszakeresem az ott fájt, vagy nagyobb dokumentumot, akkor ugyanilyen ügyes algoritmus tudja, hogy honnan szedje ezeket a tartalmakat, és a darabkákat összetéve visszakapom az eredeti fájt. A nagy különbség persze az, hogy ez ugye nem egy szerver jön, hanem a sok kis terap, sok kis különböző forrásból jön, ezért a párhuzamosíthatóság miatt ugye sokkal kevesebb idő alatt le tudom tölteni ezt a fájt. Szóval ennek a technikai részletei, hogy ezeket a darabkákat pontosan hogy osztom el, ebben nem fogom belemenni. Ez egy viszonylag megoldott probléma nagyjából, tehát ugyanígy működik a BitTorrentnek a valamilyen szempontból így működik a BitTorrent is. És ebben fölött a darab tároló réteg fölött, ugye van egy, amit elmondtam, ez a, amikor akkor szétdarabolom a fájlokat és összerakom őket, az egy olyan réteg, ami tudja kezelni a dokumentumokat. A fölött egy olyan réteg van, amivel segítségével webszervereket lehet virtuálisan modellezni, illetve fájlrendszereket, ami ugye azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy routing tábla, vagy egy direktori listát kell elképzelni, tehát egy olyan fájlban van megoldva, amit manifestnek hívunk, ami lényegében egy index. Úgy kell elképzelni, hogy egy index. Ezt az indexet le lehet képezni egy URL-re, tehát a böngészés élményben, amikor megadjuk egy URL-t, akkor ez leképeződik egy bizonyos ilyen kulcsra, és azt a kulcsot, annak a tartalmát, a alsó rétegeknek az a működési során ezt összerakva meg tudja jelenteni egy böngésző az adott tartalmat. És természetesen ugye ennek a segítségével ki lehet szolgálni ezeket a bizonyos DAP-okat, ami Decentralized Application-nek a rövidítése, magyarul decentralizált leves alkalmazás. Nagyon fontos még azt elmondani, hogy ami rettenetesen hiányzott a BitTorrent mögül, ugye miért is volt az, hogy sosincs elég seed, hogy sosincs elég nulla, aki szolgáltatja azt a tartalmat, ami nekünk kell a BitTorrentnél, ugye, és abban sem lehetünk biztosak, hogy elég gyorsan megkapjuk a tartalmat. Ugye azt hiányzik ebbe, hogy nincsen olyan ösztönző, úgymond egy gazdasági ösztönző ezekbe a rendszerekbe, ami segíteni azt, hogy bizonyos résztvevő hálózatban érdemesnek tartsák azt, hogy bekapcsolhatják a gépüket, és gyorsan kiszolgáljanak mások. Ezeket az ösztönző rendszereket egyre most segítségével nagyon egyszerűen lehet programozni, és ennek a rendszernek a működéséről publikáltunk két írást a régiben. Ez kényelmi két pillérön alapszik. Az egyik a sávszélességet kompenzálja, ami eredményeképpen
gyors kiszolgálást és operációt kapunk a rendszerben, a másik pedig a tárolási ösztönzők, aminek segítségével biztosíthatjuk, hogy olyan tartalom is, ami nem túl népszerű, nem gyakran érik, az is megmaradjon a rendszerben, tehát ne legyen úgymond garbage collectorba. És ennek a rendszernek a részleteiben sem fog belemenni, de ez egy nagyon fontos adalék ahhoz, hogy megbízható rendszert kapjunk, ami egyrészt gyorsan kiszolgálja a dapokat, másrészt pedig alkalmas hosszú távú tárolásra. Tehát például lehet használni Dropbox-ként, backup-ként, és tárolni az ember születési anyagkönyv kivonatát például. És most átadnám a Daninak, aki el fogja magyarázni, hogy pontosan milyen módokon használhatjuk ezt a rendszert, decentralizált applikációk építésére. Köszi! Három példán keresztül mutatnám be. Ezek közül az első, az már meg van írva és működik. Ez egy ilyen elosztott fotóalbum, tehát olyasmi, mint mondjuk a Picasa. Tehát itt maga a webapplikáció is, meg az embereknek a fényképei is a Swarmban vannak eltárolva. És hogyha valaki meg akarja nagyvilággal osztani a fotóalbumát, akkor vagy elküldi a hashet a másiknak, mint egy ilyen egyszerű linket, vagy pedig publikálja a blockchain-en a hashet, és akkor valamilyen megjegyezhető névhez így hozzá lehet kötni. Tehát például azt, hogy nem tudom, a Kovács Józsinak a fotói azok hol vannak, azt a Kovács Józsi beírja a saját nevén a blokkláncba, és akkor onnantól kezdve mindig a legfrissebb változatot a Kovács Józsi címén el lehet érni. Hosszú távú ösztönzők biztosíthatják azt, hogy ez ne törlődjön le, ez az, amiről a Viktor beszélt. Tehát itt lényegében arról van szó, hogy bizonyos emberek letérbe helyeznek összegeket arra az esetre, hogyha véletlenül ígéretükkel ellentétben mégiscsak elérhetetlenné válna az anyag, akkor ők ezt a letétet elbukják, röviden erről van szó. Az elérhetőséget azt pedig úgy biztosítjuk, ahogy nagyjából a BitTorrent is, hogy csak akkor tudsz gyorsan letölteni, hogyha közben föltöltesz, illetve a mi esetünkben, mivel van egy fizetési rendszerünk alatta, mindenféle szolgáltatást bármikor ki lehet váltani fizetéssel. Tehát ilyen módon az, hogy folyamatosan tudsz gyorsan letölteni, az biztosítva van, és nincs meg az a probléma, mint a BitTorrentnél, hogy amikor oda kattintasz, akkor egy csomót kell várni az elején, mert még nem töltöttél le semmit. Tehát ilyen gond nincs. Miért ezzel kezdtem? Miért ez az alkalmazás van első példaként bemutatva? Ugyanis ez bizonyos szempontból egy könnyű példa, tehát itt egy csomó könnyítés van. Először is itt nincs konkurens szerkesztés, hanem itt az, hogy a fotóalbumnak a szerkesztője az ő maga mindenféléket változtat, és utána a végén elmenti. Ugye az elmentés alatt csak annyit értünk, hogy regisztrálja a gyökérhest a blokkláncba, és minden feladatot, ami ezzel kapcsolatos, az az ő saját számítógépen történik, és hát ennek egy mellék hatása az, hogy ebben a fotóalbum alkalmazásban nem lehet kommenteket fűzni a fényképekhez, meg nem lehet lájkolni, nem lehet értékelni őket, de ez egy nagyon jó példája annak, hogy egy elemi ilyen elosztott szórnos alkalmazás az hogy működik. Következő példa az ennek egy bonyolultabb esete, egy általánosítás, hogy hogyan lehetne mondjuk Facebookot csinálni a blokkláncon meg a Swarmban. Hát ez, erről már sokan-sokat írtak, de ez még nincs implementálva, vannak hasonló kezdeményezések. Itt ugye egy érdekes kérdés az, hogy mindenkinek egy kicsit másképp kell, hogy látszódjon. Tehát addig, amíg egy fotóalbumot valaki megnéz, akkor tök mindegy, hogy te nézed, vagy én nézem, mind a kettőnek ugyanazt kell, hogy lássuk. Itt van egy olyan nehezítés, hogy itt vannak bizonyos személyi dolgok, tehát ugye egy szociális hálózatban a különböző tartalmakhoz, különböző jogok, meg különböző egyebek kapcsolódnak, amik alapján valaki látja, valaki nem, valaki bizonyos kommenteket lát, másokat nem. Ebben a modellben nagyjából a követett társszerzők, vagy a követett szerzőknek a listája az, ami a személyre szabásnak a nagy része.
És emiatt, amikor, tehát ezt úgy kell majd megírni, hogy amikor rendeli a tartalmat a te böngésződ, akkor szépen végigmegy az összes általad követett szerzőnek a listáján, tehát mondjuk a barátaidnak a listáján, és összegyűjti mindazt, amit az adott tartalommal kapcsolatban ezek az emberek csináltak, tehát vagy posztoltak, kommenteltek, értékeltek, stb. És ennek az agregálását viszont helyben a te böngésződ végzi. És ilyen módon egy kicsit kicseleztük a konkurens módosításoknak a problematikáját, ugyanis az van, hogy mindenki saját magával nem konkurens, és mivel ugye a korlátos a számuk azoknak, akiket egy ember követ, ezért a konkurenciát azt ilyen módon lokálisan a saját gépen lehet kezelni. És hát a legérdekesebb, és szerintem legforradalmibb újdonság, amire lehetőséget ad ez az infrastruktúra, az nem az, hogy egyszerűen utánzunk valamit, ami már van a Web2-n, hanem hogy valamit sokkal-sokkal jobban csinálunk. És ennek a példája azok a ilyen közösségileg editált tudásbázisok, mint amilyen például a Wikipedia meg az OpenStreetMap, amiknek meg kell küzdenünk a Web2-n azzal a problémával, hogy el kell dönteniük, hogy most mi legyen a hivatalos igazság. És hát ezt csak rosszul lehet eldönteni, mert egyszerűen vannak olyan dolgok, amikről vita van, és nem lehet eldönteni, hogy kinek van igaza, és bárhogy döntünk, az rossz lesz. És pont amiatt, mert ez a rendszer, ez, hogyha elég távolról nézzük, akkor elég ismerős lehet azoknak, akik programoznak, mert nagyon hasonlít a GitHez, ugye az is egy elosztott tartalom címzett rendszer, ahol minden tehese azonosít, tehát ez nagyon hasonlít a GitHez, és emiatt például csinálni egy saját változatot valamiből, lemásolni, az szinte semmiben nem kerül. Tehát hogyha te azt mondod, hogy te akarsz egy saját Wikipédiát csinálni, amiben bizonyos helyeken más van, mint a hivatalos Wikipédiában, akkor nem kell letöltened az egész adatbázist és két helyen megmódosítani, hanem egyszerűen azt csinálod, hogy saját magadnál tárolod azt, hogy te miket módosítanál, persze ezt is kihelyezheted a Swarm-ba, de ez mindegy, ez a te dolgod, ez csak azért érdemes a Swarm-ba tenni, hogy ne a te géped elmúlja, hogy megvan vagy nincs meg. Viszont azt a lépést, hogy most fogod a hivatalos Wikipédiát, lemásolod, és ezeket a dolgokat, amiket te módosítanál hozzá képest, ezt alkalmazod rá, ez ennyi. Tehát ez egy nagyon olcsó és könnyű művelet, amihez abszolút nem kell sok számítási kapacitás. És emiatt igazándiból mindenkinek meg lehet a saját változata, minden csoportnak, mindenféle egyének csinálhatnak saját verziót ezekből az adatbázisokból, és innentől kezdve egy térképnek nem kell eldöntenie azt, hogy Liberland az most önálló ország, vagy Szerbia, vagy Horvátország, hanem egyszerűen amiatt, mert a emberi vélemények bizonyos tényekről azok tipikusan néhány vélemény köré csoportosulnak, ezért a végfelhasználó, aki néhány ilyen véleményt követhet, az egyszerűen látni fogja, hogy hoppá, itt van egy terület, amiről nincs egyetértés, és van róla ez a három, vagy négy, vagy öt vélemény, és mindegyiket meg tudja jeleníteni, anélkül, hogy, és saját magának el tudja dönteni azt, hogy melyik az igaz, vagy esetleg feliratkozik valamilyen értékelőre, amelyik eldönti, hogy mi az igaz, tehát minden esetre megvalósul az, amit Vitalik Buterin úgy szokott hívni, hogy szubjektivokrácia, vagy micsoda, vagy szubjektokrácia. Tehát, hogy nincsen demokrácia, vagy nincsen semmilyen krácia, senki nem kényszeríti rád az akaratát, hanem egyszerűen ahonnan te nézed, onnan te valahogy látod, és megnézheted minden oldalról a kérdést. És igazándiból ez az, amiben mi úgy érezzük, hogy ez az infrastruktúra határozottan és egyértelműen többet tud nyújtani, mint ami a Web2-n létezik, és ezért vagyunk olyan nagyképűek, hogy ezt már Web3-nak nevezzük. És akkor... nincs tovább? Köszönöm. Igazából azzal, hogy összekötjük a Swarm-beli tartalomszolgáltatás és a tartalomkeresést az Ethereum blokklánccal, egészen hat dolgokat lehet elképzelni, hogy miket lehet csinálni. Például te, mint egy blogger, felvállalhatod, hogy ha két hetente nem írsz egy blogot, akkor a subscriber, akik feliratkoznak a blogodra, azok valamilyen értelme kompenzációt kapjanak, vagy te elbukjál egy depozitot.
És ugye ez azért érdekes, mert ezekkel a biztosítékokkal biztos ösztönözni lehet az embereket arra, hogy sokkal könnyebb szívvel adjanak neked pénzt erre például. Hiszen ez rögtön elszámolhatóvá teszi azt a dolgot, amit te felvállalsz. És hasonlóképp ugye a reputációs rendszerek használatával ez ugye még flottabb és még egyszerűbbé válik. És tulajdonképpen a lehetőségeknek az végtelen, tehát egészen a dolgot el lehet képzelni, de hát ez még távol van. Még két dolgot említenék. Az egyik az, hogy az Ethereum kapcsán nagyon gyakran felmerül a skálázhatósági probléma, hiszen pont azért, mert a Bitcoin-nal ellentétben nem csak egy egyenleg van a blockchain előzítve, hanem tetszőleges adathalmaz, felmerül a kérdés, hogy nem lesz ez egy kicsit sok egy idő után, főleg, hogyha ilyen gyorsan mennek a tranzakciók, nem lesz egy kicsit sok, amit tárolni kell az embereknek a gépén. És rögtön felmerül a kérdés, hogy hát, nehogy nem, miért nem lehet ezt holnap erre használni. És ugye ez lesz egy következő lépés a terveink között, hogy felrakjuk magát a blokkláncot és az Ethereum állapotfát magára a Swarmra. És ezzel lehetőség lesz arra, hogy csupán a Swarm segítségével, úgynevezett light clientek, egyszerűbb, akár mobilon is mutatható Ethereum csomópontok futassanak. A másik érdekes eset az, hogy a Swarmot a manifestek segítségével, tehát amit mondtam, az indexek segítségével két másik dologra is lehet használni, az egyiket már gyakorlatilag említettük, de gyakorlatilag adatbázisként is lehet használni, és a másik az, hogy lényegében fájlrendszerként is. Tehát, hogyha írunk például egy olyan fájlrendszer kezelőt, ami a Swarmot használja háttértárként, akkor elképzelhetünk például olyan laptopokat, amit megveszel a boltba, kinyitod, és csak egy egyszerű Swarm client van rajta, és kiválasztod a menüpontból a operációs rendszert és a verziót, amit akarsz, utána ráklikkelsz a home folder-et backupjára, és rögtön egy olyan élményt kapsz, hogy el tudod jönni az összes fájlodat, és otthon vagy, köszönöm szépen, és ezt ráadásul teljesen on-demand jelleget, tehát élő időben, pont amikor futtatni akarsz egy programot, akkor akár letölti, vagy amikor használsz valamit, akkor tölti le. És akár az, amit régen használtál, ezt meg automatikusan elfelejti. Tehát lényegében akár egy 30 megabájtos tárolón is lehet bármit csinálni. Hát ezt tenném én hozzá, és akkor szerintem most legyen szükség, és esetleg kérdések, megjegyzések közé.